Kárpátalja lakossága a 20. század folyamán több állam kötelékébe kényszerült vele, ami természetesen hatást gyakorolt mentalitásának és a nemzetiségek irányába kialakult toleranciájára. Magyar ellenes megnyilvánulások Ukrajnában. Kisebbségfigyelő monitoring című kutatás összesített eredményeit mutatja be. Közösség ellen irányuló megnyilvánulások és cselekmények nyomon követését kívánták dokumentálni. A kutatók csak 2014 és 2018 között 426 esetet rögzítettek Ukrajnában. Megnyilatkozásokat számba véve, a kutatóközpont szerint nyilvánvalóvá vált, a politika céltudatos és következetes módon törekszik a kisebbségi közösség asszimilációjára. Ezen megnyilvánulások véghezvitelében sok esetben egyaránt szerepet vállalnak vagy hallgatólagosan asszisztálnak mind az állami szervek, mind az államhatalom központi és területi végrehajtó szervei, mind a politikai pártok, továbbá a hírközlő szervek széles skálája, valamint az ukrán nacionalista erők is. Az alkalmazott stratégia egyszerű, de igen hatásos. Az ukrajnai sajtóban, melyet nagyrészt politikai pártokhoz kötődő személyek tulajdonolnak, heves támadások indulnak a magyar közösség, a magyar intézmények és szervezetek, a közösség vezetői ellen. Hamis és megalapozatlan elméletekkel és vádakkal mérgezve a közvéleményt, szeparatista, ukránul nem beszélő, államellenes egyénekként bemutatva az ország maroknyi, ám legszervezettebb nemzeti kisebbségét. A több évet a lejárató és gyűlöletkeltő ukrán médiakampány és a bekövetkezett események kétségkívül aggodalomra adnak okot. A következőkben ezeket az eseteket vesszük sorba. 2014-ben 17 magyar ellenes megnyilvánulás történt. Ebből 4 konkrét akció volt, ahol tetlegességig fajultak az esemény, ott a vereckei honfoglalási emlékművet. Vagy néhány meggondolatlan fiatal követett el ezt a tettet, vagy pedig egyfajta szándékos provokációval szól, egyfajta harmadik erő részéről. Sajnos olyan időt élünk, amikor ilyen provokációk gyakoriak. Augusztus 21-e. Ismeretlen tettesek megrongálták Petőfi Sándor ungvári szobrát, és letörték a szobor alak kardját is. 2015-ben 18 esetben számolt be a sajtó eseményekről, közülük 6 tetlegességig fajult. 2016 megnyilvánulások száma már 31-re növekedett. 2016. március 13-a. A Karpatska Szics, a Pravoi Szektor és az Azov civil testület körülbelül 300 tagja tüntetett Ungvár utcáin. A szélsőséges ukrán nacionalista szervezetek aktivistái Nikum kipusztítására buzdító jelszavakat hangoztatva vonultak Ungváron. Az eset kapcsán indítottak nyomozást, de előállítás nem történt. Akiknek ilyen megnyilvánulásaik vannak, amelyek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy ezt a békét és ezt a békés egymás mellett élést megbontsák. Augusztus 11-e. Újra megrongálták Petőfi Sándor szobrát Ungváron. Az ismeretlen elkövetők ismét letörték a szobor alak kardját. November 25-e. Ungváron meggyalázták a holokauszt áldozatainak a magyar kormány támogatásával készült emlékművét. Világosan látszik, hogy ez egy megtervezett akció volt, nem egy spontán tett. Látszik, hogy festéket kellett hozzanak. Gondoljuk, hogy valamilyen marginális csoport vagy szélsőséges emberek csinálták ezt az egészet. Természetesen meg fogjuk tenni a megfelelő jogi lépéseket, és feljelentést teszünk még a mai napon a rendőrségen. 89 ilyen esetről tudósított a sajtó, ebből 26 tetlegességig fajult. A legdurvább esetek 2017-ben. 2017. január 31-e. A Fekete Bizottság, azaz a Csornai Komitet nevű mozgalom aktivistái az ukrán fővárosban, Kijevben a Magyar Nagykövetség épülete előtt tüntettek. Kiállunk Ukrajna ukránosítása mellett,
A következő lépés Európa ukránosítása lesz. Március 15-e. Felvonulást tartott Ungváron a Kárpátszkaszics, ahol idegen vésd az agyadba, itt ukrán a gazda jelszót skandálták. Augusztus 21-e. A 112.hu nevű kereskedelmi hírcsatorna állítólagos szeparatizmus és a kettős állampolgárság veszélyeit taglaló összeállítást adott le. 2017. szeptember 5-e. Az ukrán parlament elfogadja az oktatási törvényt, amely 5. osztálytól ellehetetleníti a kisebbségi nyelveken történő oktatást. Egy másik az államnyelven történő oktatásra. Ez egyrészt felháborító, hiszen ukrán alkotmányos jogokat sértett a parlament, amikor elfogadott egy olyan oktatási törvényt, mert nincs összhangva ezzel. Azt, hogy jelen pillanatban az ukrán nyelvoktatása, vagyis egyetlen tantárgy tanítása ilyen alacsony hatékonyságú, és akkor, ha a törvény hatályba lép, akkor gyakorlatilag az összes tantárgyat nem fogja tudni a gyerek, mert ha nem értek ukránul, akkor a matematikát, a földrajzot, a történelmet, a fizikát sem fogom tudni elsajátítani. Az oroszok annyi földet vettek el tőlünk, amennyit mi adtunk nekik. Túl sokat adtunk nekik, és ez háborúval fejeződött be. Nyomást gyakorolnak ránk, de mi ezért bejelentjük, semmit nem adunk, és engedményeket sem teszünk. Ez a mi földünk, itt a mi törvényeink élnek. Akartok élni a mi törvényeink szerint? Éljetek! Nem akartok? Akkor irány. Donyeckben sokan gyászolják az orosz barát szakadárok egyik vezetőjét, aki egy rakétatámadásban halt meg. A Giviként emlegetett Mihail Tolcsik akkor halt meg, amikor a felkelők irodájába csapódott a lövedék. A támadást terrorcselekményként értékelték a szakadárok. Givi halála előtt néhány nappal egy másik szeparatista vezető tölt meg egy autóba rejtett bomba. Donyeck és Avdiivka városok a frontvonal közelében találhatók. A Donyecki és Luhanszki régiók délkeleti Oroszországhoz közeli területeit a felkelők tartják ellenőrzés alatt. Minden tiszteletem a védőinké, azoké a fiatal férfiaké, akik a frontvonalban vannak és nem engedik ide a fasisztákat. Ezért vagyok itt. Kijev állításait következetesen cáfolja a moszkvai vezetés. A Kreml tagadja, hogy Oroszország katonai módon vagy bármilyen más módon támogatná az orosz barát szakadárokat Kelet-Ukrajnában. A tartós fegyvernyugvást célzó Minszki egyezmény mára csak papíron létezik, mindennapos a fegyveres erőszak Kelet-Ukrajnában.